A görgeinek meg volt a jellegzetes piros kabátja. Baconi Tamás őrnagy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum egyenruha és felszerelés gyűjteményének gyűjteményvezető muzeológusa ismerteti, hogy mi maradt meg Görgei Artúr egykori ruházatából. A hadi múltunk kincsestára kiállításon megtekinthetik a látogatók, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban milyen ruhát hordtak a tisztek, a honvédek. Ebből a korból sajnos elég kevés ruházat maradt ránk, de azért itt láthatunk belőle néhányat, tehát huszártiszti dolmányt például, huszárcsákót láthatunk itt mellettünk, távolabb ugye a honvédtiszteknek a jellegzetes kávébarna Attiláját, illetve itt ebben a másik tárlóban egy külön névhez köthető relikvia, az egyik aradi kivégzett tábornok, Kis Ernő honvéd altábornagynak az 1848-ban viselt Attilája. A tárlatvezető elmondta, sok száz évig nem létezett haderő, 1848-ban jött létre az önálló magyar honvédség. Mint az érdeklődők megtudhatták, a huszárruhát, amely a magyar katonai viselet legjellegzetesebb darabja, miadtuk a világnak. A világ számos pontján megszervezett huszárezredek mind ezeket a magyar típusú egyenruhákat viselték, amelyeknek ugye a zsinór dísz a legjellegzetesebb része. Tehát ettől magyar. A válogatás korszakokon ível át, a termeken keresztül eljutunk 1948-ig. A dualizmus korából iparművészetileg míves ruhadarabok is láthatók. A magyar testőrség modernebb, kevésbé tradicionális egyenruháit is meg lehet tekinteni.